Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Magyar Kések YouTube csatornáján. December van, december eleje, meglehetősen hideg, és mint ilyenkor már szinte hagyománnyá válik, idén is megrendezésre került a Magyar Késműves Cég karácsonyi vására. A helyszín nem változott, itt vagyunk a Városligetben, a Vajdahunyadvánnál. Bemegyünk, természetesen rögzítünk nektek jó sok képet, megpróbálunk beszélgetni késkészítőkkel, olyan késkészítőkkel, akiket eddig nem tudtam lencse végre kapni, megpróbálunk beszélgetni Kocsis Ferenccel, Nagy Istvánnal, tartsatok velünk! Tehát, hogy elindulsz egy irány felé, tehát hogy a teljesen szériak kések felől el fogsz kanyarodni. Igen. De akkor még nem tértél ki, hogy az északi kések világa felé, a skandináv dolgok felé fogsz így elmenni. Legalábbis ennyire, mint most, hiszen megjött ugye a Torsten. Igen. Ami nem lesz széria, hanem ugye egy custom kés lesz majd idővel. Igen, az így van. Tehát nem lesz belőle ilyen úgymond alapacél, Streichner, G10 panelok, ilyenek nem fognak belőle készülni, tehát mindig egy exkluzívabb acél, exkluzívabb markolattal, exkluzívabb tokkal. Tehát egy abszolút egy prémium minőség fele fogok el ezügyben elmenni, nem lesz az alap dolog. Szándékosan pengeted ezt a formát úgy, hogy ugye a normál puffkó formáról beszélgetünk, de azért belecsempészted már, hogy full tank késről van szó, ugye, tehát ez nem a klasszikus értelemben puffkó, kicsit azért nem. Már... Igen, tehát ez egy szándékos dolog volt, ugye sokaknak vaj az, hogy a puffkó az tűzött penge, biztos nem bír, annyit egyébként ez nem igaz. Nem igaz, pontos, abszolút nem igaz, így van. Esznek majd erről fogunk teszteket is csinálni, de egyébként úgy gondoltam, hogy miért ne lehetne egy ilyen full tank puffkót csinálni. Tehát egy puffkó, a hagyományos, egy tűzött, az mindig teljesen egyedi lesz. Annak egy lehet egyformát csinálni, de az mindig az ember mások csiszolja a markot. Így van, egyébként gyönyörű szép lett, tehát baromi jól néz ki. És ugye a napokban robbantottad fel a Facebookot, hiszen jött 3 darab surlótó záros bicskád, méghozzá ez is nagyon-nagyon autentikus. Brutálisan jól néz ki, mindegyik damaszkolt pengével van, de ezek el is keltek. Tehát ezek a magyar késeket meg sem jelentek, mert már elkelt mind a 3. Igen, kezedbe is adom. Szabi,
Ez egy lehetség, nem pont a Damas, de maga a súrlódó záras történet lehetséges történet, tehát ennek lesz folytatása? Mert azért nagyon-nagyon sokan mozdulnának rá erre a dologra. Szeretném ezt a dolgot folytatni. Ilyen jellegűek, mint ezek kevésszer fognak megjelenni, azért ez egy abszolút egy tényleg, úgymond, teljesen handmade, tehát itt nem lehet úgymond lézervágott dolgokat használni, vagy ilyesmi. Egy olyasmi dolgon töröm a fejemet, amiben már lesznek ugye gépi munkával vágott darabok, szerkezeti elemek, ennek ellenére teljesen handmade lesz, abból lesznek majd sorozatok, az is abszolút a skandináv kések fele fog hajazni, gyakorlatilag kinyitva lesz, mint egy kukó szerintem. De már nem Damas pengékkel lesz, hanem az ugye normál. Lesz Damas pengével ott is, igen, ott is szeretném abszolút a prémium fele elmenni, tehát nem szeretnék ilyen Schleichner hasonlóban az alapacélokból, akik kitűnőek, csak itt most ez egy más. Igen, más történet lesz, másfele szeretnék egy kicsit elhúzni. Lesz Damaszból, lesz rozsdamentes anyagból, RV-jel, L-Max. Egy időben eltűntek a sorozatvizsgák, legalábbis egy nagyon rövid, mert nem nagyon lehet őket látni. Így Facebookon sem, meg ugye a késes világon is csak nagyon elvétve lehetett találkozni vele. Pedig én most megtapogattam, megnézegettem, baromi jó. Nekem nagyon tetszik, egy nagyon-nagyon jó pofa dolog. Ez szándékosan nyúltál ebbe bele? Ebbe a sorozatozásba? Vagy ez csak egy ilyen szikra volt? Még már régebben is készültek nálam ilyen termékek, azok a gancsal voltak, gimszaros a gancsal, sima szénacél pengékkel, teljesen más felépítésben, mint ezek, de mindig is tetszett ez a dolog. Mivel a műhelyem nem olyan technikailag felszerelt olyan szempontból, hogy most csinálják egy olyan egykezes bicskát, amit én szeretnék csinálni, mert a minőség megüti azt a szintet. Ezért valami másba kellett gondolkoznom, hogyha már bicskát szeretnék csinálni. A népi bicskák azok szintén egy olyan dolog, amit nagyon sok szerszám kell. Meg már elég tejtett. Én úgy gondolom, hogy nem szoktam azt csinálni, hogy próbáld mindig más csinálni, mint a többiek, úgymond. Így van. Szeretnék más dolgokat kipróbálni, és ez a súrlódozás dolog, ez az autentikus, ez az egy vintage stílusú dolgok közel is állnak hozzám, úgyhogy ennek. Oké. Mondtad, hogy ugye most egy FEO-val fogsz készülni külzerűből, tehát a FEO az itt van, gyakorlatilag az új év első időszakában fog jönni. Úgyhogy neked az ünnep is február 15-től 18-ig fog tartani a FEO. Úgyhogy akkor te erre fogsz készülni, utána várható, hogy ezek a dolgok el fognak indulni? Igen, a FEO-ig semmi esetesen fogok ilyesmikkel foglalkozni, a FEO után fogok. Elfele egy kicsit azért fogok nyitni, lesznek nálam ilyen kisebb kiállítások van. Tehát a kiállításokon azért megállítok majd. Igen, persze. Szeretnék a tűzelvasra mindenféleképpen szeretnék megcsinálni a többet ebből, de hamarabb is meg fognak jelenni. Magyar kisebb oldalát tudtásznak ezek, föl fognak jelenni, amit készen van. Ezt lehetjük ígéretnek. Barangolásaink során belebotlottunk a szabad családba, a szabadi győzőbe, Melindával köszöntek titeket első alkalommal itt a YouTube csatornánkon. Ez most csak egy ilyen kíváncsiság, érdeklődés szinten kijöttetek ide? Így van, szeretjük megnézni mindig a nem konkurens, de pályatársakat, ami akár. Jó. Ami, hát ugye nálunk elindultatok és ugye jöttek a Bruce-i maskarák, ezek után ugye voltak a szalonnázók is, most jöttek a nádelek. Lesz-e újdonság? Várható olyan dolog, amire érdemes oda figyelnünk?
Hát a maskarányból biztos, hogy lesz még a maskarányból összeműzött méret van, és mindet szeretném megmutatni. Így van. Egészen a legkisebbtől a legnagyobbig. Fejes görbével készülünk még a jövőben. Oh, mert ugye ezeknek most még nincs a palettátokban a fejes görbe. Így van, hiányzik. És minden görbében olyan formát szeretnék, ami még nincs. Tehát a fejes görbén belül próbáltok változtatni valamit a formát? Tehát ez végig is egy új történet lesz. Így van. Na, ez egy kíváncsi dolog lesz. Ezt amint egyébként lehetőségünk lesz, erről majd azért próbálom tudósítani, hogy ezért hát, ha tudunk valami infokat összedni, az új tervek. Minden csak idő kérdése. Hát ugye az említett fejes például, akkor szeretnénk előtérbe érni a faradást. Illetve lesz egy egyedi szimbólumunk is, ami már tervezés alatt van. Van, ami szintén egy hasonló kapas, de... Tehát spoilerezünk, valami lesz, érdemes lesz akkor figyelgetni titeket a közeljövőben. Jövőben megjelenés, személyes megjelenés, hol tervezitek, ami hol lehet titeket majd látni a közeljövőben? Hát ugye több helyen előfordul, most már fixen Tatabányban többször is, akkor Balatonban lehet is egy fix, az augusztus 20-ai fesztivál. Ősszel még szeretnénk akkor a Lurdi házban is. És a Lurdi ház is. Hát ugye egy késes szempontból ezek a legfontosabb dolgok, hogy a Fehova, a Tűzzelvas és a Lurdi ház szokott lenni ugye a három legfontosabb állomáson legtöbb kiskedvelők is szokott látogatni. Ebből akkor kettőn biztos, hogy meg akartok jelenni. Legalábbis ez a terv. Győző, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ezt a pár percet itt ránk szántad, meg ugye a nézőkre szántad. Üdvözöllek így most először a Magyar Kisebb YouTube csatornáján. Sziasztok! Ugye? Népi iparművész. Népművészet ifjú mestere, bár ezt már ugye nem használod, mert ugye ezt már nem használom ezt a címet, ugye? Mert ez csak egy bizonyos korig lehet használni. Szabad volna használni, de ilyen őszfajjal már szerintem nem mutat jól. A tudás kortalan. Feri, sok mindenről kellene beszélgetni, mert veled nagyon jó beszélgetni, viszont egy dolgot nem tudunk kikerülni. Ugye, hogy hát azért valamilyen szinten elindult egy bicskás történet méghozzá a magyar késeken, illetve itt kint a rendezvényeken is. Ugye változásokat eszközölt, illetve a dologban, mert ugye egy kicsit tarthatatlan helyzetek voltak. Viszont ugye elkezdted a magyar késeken úgymond nem naptári rendszerességgel, de folyamatosan megjelentetni a késeket. Lesz ennek normalizált állapota szerinted? Tehát el fogunk tudni jutni arra a szinten, amikor már húzamosabb ideig lesz bicska fent az oldalon? Remélem, hogy meg tudunk felelni ennek a kihívásnak. Az a helyzet, hogy bicska készítésnek megvannak a korlátai, ami az ember teherbíró képességéből fakad. Hát egy bicska gyakorlatilag több mint 100 műveletből, bicska elkészítése több mint 100 műveletből áll. Egy mondjuk teszem azt, hogy fejes gőbe, és több mint 100 műveletből áll. Több mint 100 műveletből áll. Nem is látszik egyébként magán a kézterméken. Igen. Gyakorlatilag már az elmúlt fél évben azért készültek bicskák kicsit nagyobb széria számban. Igen, hát láthatunk is, hogy volt szalonnával is fönt 10 darab. Ugye most ezekben a napokban lesz vége ugye a fekete seregnek is, ami ugye a kakasos fejes.
kakas motívum. Igen? De hát ez egy ilyen örök dolog. Tőlem is nagyon sokan kérdezték, hogy a kakas motívum eredete honnan jön, mit, és bevallom őszintén, hiányos a lexikális tudásom, mert én nem tudtam róla sokat, mert ki más kérdeznék meg erről a dologról, mint téged felé. Egy pár szót mondj nekem. Igen. A kakas motívumról. Tehát a kakas motívum az egy nagyon régi, gyakorlatilag lehet mondani, hogy a emberi történelemben szinte egy idős szimbólum, mindig is a férfi erőt, a éberséget, a harciasságot szimbolizálta, nagyon sok kultúrában megjelenik, megjelenik a keresztény kultúrában is természetesen. A bicskákon való megjelenése, én úgy tudom, hogy Debrecenhez köthető. 1800-as évek második felében a debreceni késesek, a debreceni páros késen kezdték el alkalmazni a kakas szimbólumot. Sokak szerint azért, mert Debrecen a kálvinista Róma és a református templomok toronydísze az nagyon sokszor kakas szimbolizál. Valószínű, hogy ezt a szimbólumot akarták viszont látni a tehetősebb debreceni pásztoremberek, a gazdák a bicskájuk nyelé. A háború utáni időkben egy debreceni részművös Szoboszlai Gábor kutatta fel ismét ezeknek a városkéseknek a eredetét, ő kezdte el csinálni. Ő személyesen találkozott meg német Lajossal. A német Lajos megnyitotta meg a városkés fortéjait. És a Szoboszlai Gábor ezeket a városkéseket több egyéb tárgyal együtt a 1990-es évek elejéig készítette. 1985-ben egy vásár alkalmával találkoztam a Szoboszlai Gáborral, és akartam valamit kezdeni az életemet, elmentem a Zajbácsai Szitónicsinkőnnek, késkészítőnek. Tehát ezt a vonalat végül is te vetted akkor fel, gyakorlatilag onnan, te folytattad. Igen, Gai bácsinál, én ezt megláttam, beleszerettem ebbe a dologba, de gyakorlatilag igen, tehát a Németi Lajos Szoboszlai Gábor vonalat én folytattam. 89-ben zsűriztettem azt hiszem az első kakasos városkést. 92-3-tól folyamatosan zsűriztettem, és 96-tól ez a fő megjelentése. A kakasos városkést egyébként a Hagyi Műhömegyi Értékpár felvette a helyi értékek közé, illetve a Bortobágyi Nemzeti Park nemzeti parki termék díjjal, védjeggyel, nemzeti parki termék védjeggyel látja. Nekem is egy jó információ egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket megosztod velünk. És akkor ugye idén a bicska készítő, vagy a jövőre, most már idén, hát december van, tehát jövőre akkor a bicska készítés fogod egy kicsit inkább a szárnyaid alá venni, ezt a részt fogod egy kicsit balanszírozni, ugye erre fogsz akkor most történni. Történtek fejlesztések, tehát nem titok ezt, hogy a széria bicskák alkatrészei azok, például a baknik platinák azok résevel vannak. Ehhez kell szerszámot készítetni, például a nagy cakli platina kivágó szerszámot most készült el. Feri, én nagyon szépen köszönöm, és akkor a mai napra még nagyon sok kedves érdeklődőt és más kívánok nektek.